Bizony elindult a nyomozás Kovácsovics Fruzsina zaklatója ügyében. Képzeljék, a kis csillag már a döntő előtt, a csillag születik döntő előtt is kapott fenyegető leveleket, azonban nem vette igazán komolyan, de nemrég újabb levél érkezett. Megtetted ugyan a feljelentést, Fruzsi, de állítólag rémálmok gyötörnek azóta is. Mit tartalmaztak ezek a levelek? Az első két levél, ugye, amit a döntő előtt kaptam, abban annyi volt, hogy én csaltam, és hogy a szavazatokat megvásároltam, és hogy ezért meg fogok bűnhődni. Amit nemrég kaptam, az tulajdonképpen nem is, hát is levélnek mondható, de nem is levél, hanem inkább éppen aktuális fellépésemről egy szórólap, és a képem össze-vissza firkálva. És ebből is kettő darab volt ugyanolyan egy borítékban. De ezeken én már túlléptem, szóval a rémálmok az inkább az elején volt egyszer-kétszer, hogy előfordult. Pedig nem lehet egyszerű túllépni, mert ijesztő lehet azért maga a dolog, ugye? Igen, én úgy gondolom, hogy olyan biztos családi háttér, meg olyan biztos háttér van egyetem mögöttem, hogy nem nehéz. Már mersz nem. Egyedül az utcára menni, pláne mondjuk sötétedés után? Persze, én merek, bátor vagyok. Azért számomra ugye minden ismert ember rémálma egy ilyen zaklató, főleg, hogyha az állandósul és visszatér mondjuk heti rendszerességgel, de ez rendkívül ijesztő lehet, hogyha az ember arcképét össze is firkálják. Igen, el volt csúfítva csupán, vagy rá voltak írva bizonyos szavak? Nem, hát ezek ilyen, mondanom sem kell, hogy ilyen obszén rajzok voltak, úgyhogy, hát igen, a második az már inkább megrázott, szóval az úgy rosszabbul esett, de úgy gondolom, hogy túlléptem. Egy-két hónappal ezelőtt beszélgettünk ugyanebből az okból kifolyólag, és akkor behoztad a leveleket, hiszen levelek is érkeztek ettől a bizonyos zaklatótól, ettől a valakitől. Igen. És itt egy grafológus azt mondta, hogy könnyen elképzelhető, hogy hölgyről van szó, tehát nő az illető. Ugye ez továbbra is tartja magát, igen, ez a vélekedés. Igen. De hát még most került el ugye a rendőrséghez, és a hivatalos vizsgálat az csak most folyik még, úgyhogy még pontos információkat nem tudunk. De neked van valamiféle sejtésed, hogy kibújhat meg a személy mögött? Nincs, és sokan azt mondják, hogy valószínűleg valami olyan ember, aki kapcsolatban áll velünk, de nincs, egész egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy ez ki lehet. A velünk a csillag születésstábja, vagy a családod? Ki az a velünk? Kit értesz ez alatt? Hát a családommal együtt kezdtünk el. Tehát egy rossz akarótok elvileg? Ja, hát igen, hogy gondoljuk, hogy valami ilyesmiről lehet szó, mert hogy ezt már többször elmondtam, hogy olyan információkat tud a családomról, amiket egész egyszerűen egy idegen nem tudhat. De akkor itt meg ez egy újabb kérdést vett fel, hogy de hát ki lehet tényleg, mert hogy nekünk tényleg nem voltak ellenségeink soha, családomnak se, nekem se. Gondolom azért egy ilyen nehéz lelki helyzetben sokat segít, hogy dolgozol, nagyon sokat dolgozol, sokat állsz a színpadon. Hogy áll a karriered, az énekesnői pályafutásod? Hú, hát ez az a rész, amit most már nagyon élvezek. Uh-huh. A fellépések most már nagyon gyakran vannak szerencsére, minden hétvégén, és hát most egy nagyon kemény két hét áll mögöttem, mert hogy a stúdió munkák most mentek, ugyanis a lemezem március 26-án fog megjelenni. Gratulálunk! Tessék, hány dallal? Úgyhogy 13 dallal. Ó, szerencsés szám. Igen, Üveggolyó címmel, úgyhogy nagyon várom már, és izgatott vagyok, hogy fogja fogadni ezt majd a magyar közönség. Mennyire volt nehéz a távolságot, mint üvegoljunk talán így. Mennyire voltak nehezek a stúdió munkálatok, azért megviselt? Tehát, hogy fárasztó volt fizikailag? Igen, úgy gondolom, hogy az elmúlt időszaknak ez volt az eddigi legfárasztóbb része, de nagyon élveztem. Ugye nagyon kell koncentrálni, nyilván ez mondjuk egyértelmű, és ezért elfárad az ember, de nagyon élveztem, és tényleg egy új dolog volt, úgyhogy nagyon jó volt. Véletlenül sem szeretném kedvedet szegni, de amikor így fellépsz, és ugye szerencsére elég sűrűn van erre lehetőséged, nem kutatsz úgy, mint Whitney Houston abban a bizonyos filmben a nézőközönség sorai között a zaklató után. Nem látod mindenkiben őt? Ilyen, amikor ugye megkaptam azt a képet összefirkálva, és ugye az egy fellépésemről szólt, az a szórólap, úgyhogy akkor volt egyedül, de szerencsére olyan szeretetet kapok a közönségtől, amikor fellépek, hogy most már meg sem fordul a fejemben, hogy ott lehet az emberek között. Hát Fruzsi, köszönjük szépen, és akkor további sok sikert kívánunk, és kíváncsian várjuk az új lemezt. Sok sikert, köszönjük, hogy eljöttél, most pedig játszunk, reggeli bögre játékunk mindjárt.